hallgatózat ugyanezt mondja ki, amelyre egy világbirodalom előtt. Hát nem magyar specialitás, én nagyon jól tudom, az Európa számos más törvényrendszerébe is, hogy tetszik, alkotmányosságában is benne van. És ezt alkalmazta először Bocskai éppen 300 évvel, pontosabban 400 évvel ezelőtt, 1606-ban, hogy ezt a kettőt együtt, az ellenállási jogot és a protestáns egyházi tanításokat alkalmazta. Nagyon jó, akkor viszont a történelemből ugorjunk ide most a már. Pont ezt, próbáljuk meg feloldani akkor ezt az ellentmondást. Te már az előbb említetted, hogy ugye az volt az illúziótok nektek, a rendszerváltó értelmiségnek 1990-ben, hogy egy diktatúrát nem lehet diktatúrával, demokráciává változtatni, mert abból is csak diktatúra lesz, és mondtad, hogy ez az illúzió oda lett. Ugye ma meg az az érdekes helyzet, és ezt mondják is megfelelő helyeken, megfelelő emberek, azt mondják, hogy de hát kérem szépen egy liberális parlamenti demokráciában nincs is értelme és létjogosultsága az ellenállásnak, hiszen itt demokrácia, aztán majd 4 évenként választunk. Akkor ezt a paradoxont hogy oldjuk fel, vagy hogy kérdezem meg úgy, most van ok és jog az ellenállásra? Kettő is, csak a sok közül kettőt emelek ki. Az egyik, hogy ez a kormány, ez a halandzsa hazudozó figura, aki ma az országot vezeti, meg a társaságát, meg a pártját, abszolút törvénytelen módon választotta meg az ország, hiszen azzal, hogy hazudtak, hogy nem mondtak el dolgokat, hogy nem fették fel a valóságot, és becsaptak egy országot, valójában törvénytelen eszközökkel szerezték meg a hatalmat. Aki törvényt sért, törvénytipon, az zsarnoki módszerekkel jut hatalomra. Magyarországon tehát jelenleg egy, nem egy király, de egy valamilyen ideológiai vagy szűkkörű politikai zsarnokság ül az ország nyakán. Ez az egyik. A másik ok, iszonyatos mértékben pusztul ez a népcsoport. Határokon kívül és határokon belül egyaránt. És hogy mik vannak ugye legutóbbi ilyen belül lincselések, meg egyebek is bizonyítják, hogy milyen képtelenül nyomorult, visszaszorult helyzetbe kerül, pusztuló férben van valóban ez a népközösség. Sokszor eszembe jut Tompának az a gyönyörű verszaka, hogy mondd meg nekik, pusztulunk, veszünk, mint oldott kévet, széthull nemzetünk. Csak egy pillanatra, valaki komolyan veszi ezt is, meg ezt az társadalmat. Komolyan venni, hát Lajos bátyám, hogyha ezt a szót hallják, hogy népközösség, csak ez a szót, akkor a mai hangadó liberális értelmiség pusztán erre röhög. Tehát nem, hogy a problémáig nem jut el. Jobb esetben röhög, rosszabb esetben pedig és azt mondja, hogy ja, persze, idén fogyik a magyar. Na, ők így mondják. Na, de nagyon trendi. De éppen azt mondom, arról akarok beszélni, hogy az ellenállásnak mindenféle, sokféle formája van. Van aktív és van passzív formája az ellenállásnak. Ezeket a röhögő figurákat egyszer valamilyen módon, bocsánat a kifejezésért, de szájon kell vágni, és akkor hát abba hagyják majd a röhögést. Az ellenállásnak tehát nem csak a törvényekben, nem csak a vallási tantételekben, nem csak a történelmünkben Bocskai példája, 1956 példája, ide sugárzó példája, hanem a jelenlegi katasztrofális helyzet is azt követeli tőlünk, igenis követeli, hogy nyúljunk bátran, ne csak az ellentmondás, de az ellenállás eszközéhez is. Van volna kit követnünk, Bocskait, 1956-ot, mert hadd mondjam, nem tudom mennyi időnk van még, most már nem nagyon sok. 6 perc. Én van 6 perc, hogy ezeket a alakokat, ezt az egész rendet nem tudunk másképp megszabadulni tőlük, csak nagyon határozott fellépéssel. Nem elég, még egyszer mondom, nem elég itt azt a 4 éves ciklusokat szépen bevárva, amikor ilyen helyzet alakult ki, mint amilyen kialakult most Magyarországon. Tudom, hogy én könnyen beszélek, mert kicsit a pálya szélén vagyok. Tehát
könnyebb, a Bibisznek sem is, drága, szokták mondani. De azért valamikor én benne voltam, éppen te mondtad el, hogy így is, úgy is, amúgy is valahogy hordozom magamban azt a történelmi múltat, amelyik révén, amelyik árán 56-tól eljutottunk 2006-ig, az 50. évfordulóig. Ezen csak úgy lehet változtatni, hogyha megfogadjuk Bocskai, Calvin, az aranybúla, és 1950. Én az a baj, hogy én nem is vitatkozni szeretnék most veled. Tudom, mert hiszen mi egyet gondolunk. Hanem hogy hogyan. Nem is, a hogyan, az is egy fontos kérdés, csak annyit hagyj vessek ellen, hogy ma már elmondtad te is, vagy 50-szer. Ebben az országban a társadalom fele igent mondott Kádár János alkujára. Hogy ne mondjam, beleültek 56 után Kádár János diszmóriába, és a vasárnapi örköltér odaadtak mindent. Odaadták a lelküket, az akaratukat, a szándékukat, az igazságra való képességüket, odaadták érte a saját történelmüket, megtagadták a saját forradalmukat, mert kaptak örköltöt, meg jó, úgy meleg kinézsi sört. Ezzel a társadalommal hogy lehet? Bocskait. Igen, és 56. Én is, Lajos Mátyám, bocsáss meg, én is csatlakozom Zsolthoz, én meg nagyon jól hangzott, amit mondtál, én teljesen igazad van, és lelkesítő ír, de azért azt az apróságot ne felejtsük el, hogy ez a hatalmi elit nagyon nem akarja, hogy elsöpörjük őket, és pillanatnyilag úgy néz ki, jó hosszú ideje, hogy ők söpörnek el minket. Hát ez van. Igen, mégis azt mondom, nem a fél országnak kell ezt megcsinálni, hanem a Calvini tételt mondanám, a megválasztott és kiválasztott embereknek azért van ilyen. Hát ezt nem az értelmiségnek, legalább értelmiségeben annak a csoportnak, amelyiknek a gondolkodása egybeesik ezekkel a történelmi gondolkodásmódokkal, tehát csak azok tudják, a tömeg 56-ban sem úgy kezdődött a dolog, hogy a tömeg azonnal az utcára vonult, hanem valami fiatalok elkezdtek tüntetni. Kivonultak az utcára, hatalomban repedések voltak, kihasználták, és ebből lett 56. Tehát nem is forradalom kellene most, nem forradalom, hanem valamilyen nagyon kemény politikai elszánás, politikai közélet képviselőinek, legfőképpen is azoknak a kezükben van némi lehetőség arra. Gondoljanak csak arra, és jelenleg ezzel be is fejezni a magam mondókáját, hogy a lélekmérgező és nemzetpusztító sarnokságnál én szerintem nincs nagyobb sarnokság a világon. És a Magyarországon ez van. Hát ébredjünk rá. Ébredjen rá a politika is, aki felelősséggel tartozik, hogy ez ellen tenni kell valamit, és ezekkel szemben, még egyszer mondom, az ellenállás aktív és passzív formája, bármilyen formája alkalmazható. Ezt a törvények is biztosítják nekünk, tehát nem kell törvénytelenséget se elkövetni. Vagy betyám, te hol leszel 23-on? Otthon, magamban. Én hosszú évek óta így ünnepelek. Az elmúlt napokban gondoltam arra, hogy oda megyek. Mikor néztem a Hír TV közvetítését arról a bizonyos média ostromról, akkor majdnem elindultam. Na de hát azért egy 75 éves ember már ne nagyon ugráljon. Legyen elég tőle, ha beszélni tud, bár tudnék cselekedni, talán tudnám is, hogy mit kellene most tenni. Ha otthon viszont? Igen. És fájni fog a szíved? Magamba szállok, és egy kicsit sírok befelé, mert kifelé nem szoktam, nem tudok. Kedves nézőink, mai vendégünk Fürr Lajos volt, egy 75 éves történész.
akinek azt hiszem minden oka és joga megvan arra, hogy otthon legyen és befelé sírjon majd 23-án.